Megszavazott költségvetés stabil működési feltételeket biztosít az önkormányzat által üzemeltetett intézmények számára. A polgármesteri hivatal, a helyi iskolák és óvodák, az öregek otthona és a kultúrház működtetése is megoldott ebből a keretösszegből. A település 73 millió forintos adóbevétellel számol ebben az évben, és 40 millió forintos tartalékról tudnak beszámolni. Ez utóbbiból 13 millió forint a pályázatok elszámolására fordítódik, a fennmaradó 27 millió forint pedig szabadon felhasználható összeg. Szekeres Ferenc polgármester televíziónknak elmondta, sok fontos beruházás valósul meg Apátfalván 2019-ben. Nyára várható, hogy átadásra kerül 55 millió forint értékben felújított sportpálya. Itt kettő darab élőfüves pályának az átadása fog megtörténni, automat öntözőrendszerrel, világítással és lelátóval. Itt a lehetősége lesz a labdarúgó csapatunknak, tehát az ASC Egyesületünknek maga rendezvényeket, tornákat szervezni, ezzel hogy négy félpályán tud folyni majd a játék. Emellett a helyi rendelőket új orvosi eszközökkel tudják ellátni több mint 7 millió forint értékben, és az első világháborús emlékmű felújítására is 4,6 millió forintot különítettek el a költségvetésből. Ennek munkálatai napokon belül megkezdődhetnek. A polgármester hozzátette, infrastrukturális fejlesztésekre is sor kerül a közeljövőben. Külterületi utaknak a fejlesztésébe is nyertünk pályázatot, az egy 117 millió forintos pályázat, aminek a közbeszerzése lezárult, és a testületülésünkön fogja majd elfogadni a testület, hogy végül is mikor indul, meg ki fogja a kivitelezést végezni, de azt gondolom, az is rövid idő belül elkezdődik. Kiemelte, a község 100 millió forintos támogatást kapott a magyar államtól erre az esztendőre. Ennek egy részét szintén a külterületi utak korszerűsítésére fordítják, másik részét pedig a sportcsarnok végelszámolására költik. Mindezek mellett több a tavalyi évben elindult beruházás még folyamatban van. Ide tartoznak például a polgármesteri hivatal felújításának belső munkálatai, a három helyi óvoda korszerűsítése és a már említett sportpálya öltözőjének energetikai megújítása is.